estét kívánok! Köszöntöm a Bajai Kultúra nézőit! A mai műsorunkban két témát ajánlunk Önöknek, nézzük mik ezek! Csillagmesék. Ezt a címet viselte Baján a 2017-es Múzeumok Éjszakája programsorozat, amelyhez az idén egy új helyszín is csatlakozott. Az idén is színes műsort állított össze az Énekzenei Általános Iskola a tanév végére. A kulturális bemutatón zenés és táncos produkciókkal, valamint színdarabokkal álltak színpadra a diákok. Tartsanak velünk! Június 24-én, Szent Iván éjszakáján ismét megrendezték Baján a Múzeumok Éjszakáját. A programokba ez alkalommal egy új állomás is bekapcsolódott, így már 6 helyszínen várták a szervezők a látogatókat. Az érdeklődők nem csak tárlatokat nézegethettek egészen évfélig, hanem számtalan szórakoztató program, például jazz koncert is várta őket ezen az estén. Bajának van egy csodálatos gyűjteménye, ez pedig a Gyűjtáború gyűjtemény. Ez volt Baja első és talán legjelentősebb egyesülete. Itt éppen a Bajáról szóló kiállításon kalauzolja végig Merk Zsuzsa történész résztvevőket a Tűr István Múzeumban. Eseménydús estében lehetett része azoknak, akik jegyet váltottak a Múzeumok Éjszakájára Baján, hiszen az idén már 6 helyszínre is ellátogathattak egy belépővel. Enkovász Zita, a Tűr István Múzeum igazgatója elmondta, minden évben próbálnak megújulni. A Tűr István Múzeum kiállító helyét évről évre szeretné felújítani, modernizálni, a 21. század követelményeihez igazítani. Az elmúlt 2 évben a Bunyavác tájházban sikerült olyan felújításokat csinálnunk, amelyet méltó módon szeretnénk a Múzeumok Éjszakáján átadni a közönségnek. Nagyon nagy sikerrel zajlik már a Múzeumok Éjszakája ezekben az órákban kint Szent Istvánon. Birtokba vették a környékbeliek, a lakók, a bajaiak a házat, és ennek nagyon örülünk. Mert ugye azt gondoljuk, hogy a múzeum az nem azért van, hogy az emberek kívülről nézzék és elsétáljanak mellette, vagy viszonyítási pontként szolgáljon, hanem hogy bejöjjenek, és a Múzeumok Éjszakája is erről szól. Szeretnénk kinyitni minden háznak a kapuit azok számára, akik nem tudnak eljönni, vagy mert a nyitvatartási időnk nem felel meg nekik, vagy mert úgy gondolják, hogy kicsit statikus és a 21. századhoz már nem illő egy múzeumot megnézni, be szeretnénk bizonyítani, hogy ez nem így van. Mik a tapasztalatok a Múzeumok Éjszakáján, például olyanok is akkor ellátogatnak, akik máskor annyira mondjuk nem vonzana múzeum? Vannak olyan látogatóink, akik minden évben a Múzeumok Éjszakáján végiglátogatják az épületeket, megnézik az új kiállításokat, és persze természetesen legfontosabb, hogy a rendezvények, a gyerekprogramok, illetve a jazz koncert az, ami nagyon vonzó számukra. A múzeum munkatársai mellett ez a kedves kis állat fogadta a vendégeket a Bunyavász tájház udvarán. Tehát az idén először a nemrégiben felújított ház is bekapcsolódott a programba, ahova külön buszjáratot is indítottak a szervezők. A kézműves foglalkozások mellett finom ételek és frissítő italok is várták a betérőket. Ez egy 19. század végén épült vert falu hagyományos náttetős parasztház, és kihasználva az építmény helyiségeit, különböző gyerekfoglalkozások, kicsiknek és nagyoknak mese előadások, mese foglalkozások. Lesz egy beszámoló az udvaron látható szántalpas hombár készítési rekonstrukciós munkálatairól. Akkor hagyományos bunyavác ételeket lehet kóstolni, amik kemencében, illetve köcsökben sültek, illetve főttek itt az udvaron. És a Csabár zenekar fog majd húzni egy kis talpalávalót, és a táncokat pedig a Bunyavácska Zlatna Grána Egyesület táncosai fogják itt az érdeklődő résztvevőknek megtanítani. Akik betoppannak ide, két dolog rögtön szembe tűnik, a mögöttünk található népviseletek, valamint egy hatalmas pulyka. Mit lehet ezekről tudni?
Hát Jakab Árpád Bunyavác népviseleteiből látható itt a gangon egy ilyen kis rögtönzött kamarakiállítás. Érdemes megnézni ezeket az eredeti, illetve a régi viseletek alapján készített rekonstrukciós ruha másolatokat. Az állatokról annyit, hogy az istálló helyiséget is kihasználva, itt különféle baromfik, az udvaron sétál egy pulyka, illetve kismacskák is örökbe fogadhatóak majd az est során, tehát egy gyerekeknek is próbáltunk kedveskedni egy ilyen kis állatsimogatóval. A lányok hátul már készítik a koszorúkat, a ház előtt pedig készen van a mágia, a rakás. Mire készülnek még itt ma éjszaka? Hát ugye a Szent Iván éjszakája az év legrövidebb éjszakája, és az ehhez kapcsolódó népszokásokat, hagyományokat föl elevenítjük. A gyerekfoglalkozások tematikája is erre épül föl, valamint este 10-től tűzugrás lesz majd itt a ház előtt. Voltak, akik egészen Egerből utaztak Bajáig, hogy megnézhessék a múzeumot. A vonzalom azért van, mert az édesanyám Bunyavált származású, aki itt van, 80 éves, és szerettük volna elhozni erre a programra, mert hát azért a Bunyavált vérünk az még most is élő, és ezért jöttünk ide ilyen messziről. És hogy tetszik ez a ház, amit eddig láttak? Hát amit eddig láttunk, az nagyon tetszik, és nagyon, nagyon színvonalasak a programok, amiket terveztek. Nagyon jó, hogy ezeket a hagyományokat fölélesztették, hogy reméljük, hogy a többi is ilyen lesz. Ennél az asztalnál a lányok szorgosan készültek Szent Iván éjjelére. Koszorút csinálunk, és majd a 10 órakor bevetjük a tűzbe, bedobjuk a tűzbe. És ez mire lesz jó, vagy ez egy hagyomány? Igen, ez egy hagyomány szerintem. Az egészséget, azt hiszem. Igen, tehát, hogy az egészség megőrzését szolgálja ez? Igen, ez azt szolgálja. Mit fogtok ma még itt kipróbálni, mit terveztek? Igazából nem terveztünk semmit, majd sodródunk az erről. És tetszenek a programok? Végigmentek a múzeumok éjszakája összes állomásán? Hogy tervezitek? Szerintem igen, végigmegyünk rajta. A tájházba kilátogatott Csubák Népesesek Andrea alpolgármester is. Nagyon örülök, hogy most a hangsúly a Bunyavác tájházra esett. Nemrég adtuk át, és sok látogató volt. Szerintem nagyon fontos, hogy magát a tájházat is népszerűsítsük. Városi szinten sokféle program van fiataloknak, idősebbeknek, mindenki ellátogathat a múzeumokba, de nem csak a múzeum tárlatait nézhetik meg, hanem sokszínű rendezvények vannak, a kisgyerekeknek is találunk mindenféle kézműves foglalkozást, érdekességet. Én úgy gondolom, hogy aki egy hangulatos és sokszínű estére vágyik, az mindenképpen vegye igénybe a lehetőségeket, használja ki, hogy mi minden van Baján, és az estét még megkoronázhatja a csillagok vizsgálata 10 óra után. Egyelőre úgy néz ki, hogy tiszta idő van, meteorológus nem vagyok, de bizakodunk, hogy az idő ilyen marad, és talán a szülők is lehetnek engedékenyebbek, és megengedhetik a kisebbeknek, a kisgyerekeknek, hogy fönnmaradjanak ma éjszaka. Ezzel párhuzamosan a többi helyszínen is zajlott az élet. A Nagy István képtárban különböző foglalkozásokkal és régészkedéssel is várták a gyerekeket. A gyerekek egy kis időre régészekké válhattak, előkészítettünk nekik egy sírekonstrukciót, ahol a különböző kincseket meg kellett találniuk, azonban olyan módszerekkel, mint a régészek, tehát kis ecsetekkel, óvatosan, hogy ne mozduljanak el a tárgyak. Illetve van lehetőségük régészeti kártyajátékot játszani, különböző régészeti tárgyakat kell összepárosítaniuk, de gondolkodni is kell hozzá, ezt általában közösen szoktuk játszani, illetve puzzle, különböző kézműves foglalkozások is vannak, melyeket a gyerekek kipróbálhatnak. A gyerekek számára gondolom vonzónak tűnik a régész foglalkozása. Mit szoktál elmondani nekik, ha rákérdeznek, hogy miből áll a munkád, mivel lehet vonzóvá tenni még jobban?
Hát általában ugye először rákérdezek, és ő mindig ugye először, hogy Dino, ez szokott előfordulni, és akkor utána ezen érdekes, hogy akkor megbeszéljük, hogy a régész nem a dinókkal foglalkozik, hanem azzal a paleontológus, illetve utána rákérdezek, hogy ők mit gondolnak. Általában azért el szokták találni, hogy akkor csontvázzal, akkor megbeszéljük, hogy akkor a csontvázak a temetőkből kerülnek elő, akkor olyan helyekkel foglalkoznak, ahol az emberek régen laktak, tehát különböző falvakat, telepet kutatnak, templomokat, várakat. Nagyon érdekes, meg tényleg csillogó szemekkel szokták fogadni az információkat a régészettel kapcsolatban. A Nagy István képtár az idén is egy fontos állomása a múzeumok éjszakájának, de nem csak ő, itt kint zajlanak ilyen kis foglalkozások. Bent mit csinálhatnak az érdeklődők? Bent is több programot próbálhatnak ki, Kerényi Lillával sólíz gyurmázhatnak, illetve előadásokat is tart, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. A 8 éves Levente és testvére Virág igazi régésznek érezhették magukat, ami egyébként is a vérükben van, hiszen nagypapájuk Kőhegyi Mihály is a Bajai Múzeum régészeként dolgozott. Keressük a tárgyakat, meg a csontváz részeit. És ez érdekes számodra? Igen. Hogy érzitek magatokat itt a tesóddal? Én jól érzem. Én is nagyon jól érzem magam. Mire vagytok még kíváncsiak ma este? Hát az ilyen csillagászattal kapcsolatos dolgokra. Az épület belsőjében eközben többen kézműves foglalkozásokon vettek részt, valamint megnézték a múzeum tárlatait. Kíváncsiak voltunk a képekre, hogy milyen kiállítások lesznek, meg úgy egészében az egész program érdekesnek tűnt. És mi, voltatok már máshol is, vagy ez az első helyszín? Ez az első helyszín, ahol vagyunk, igen. És mit terveztek még az este folyamán? Meg akarjuk nézni a Bagolyvárat, akkor egy másik múzeumban is el akarunk nézni, majd pedig a csillagvizsgálóba is el akarunk jutni még máma. A Tűr István Múzeumban pedig a már említett állatvezetés mellett az idén is a jazz zenéjé volt a főszerep. Úgy látjuk, hogy évről évre nagyobb az érdeklődés, nem csak a múzeumok éjszakája és a rendezvényeink, hanem a jazz koncert iránt is. Szeretnénk egy olyan minőségi, kulturális élményt nyújtani, amely nem feltétlen csak a múzeumhoz kötődik, de mi mindenképpen szeretnénk minőségi programokkal tovább színesíteni a múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. A koncert előtt azonban még egy fontos feladatuknak eleget tettek a szervezők. Engedjék meg, hogy mielőtt bemutatnám önöknek vendégeinket, kolozsvári vendégeinket, a Jazzy Birds együttest, felkérjem dr. Sejt Szilviát, a Bajai Vizuális Iskola Alapítvány kuratóriumi elnökét, illetve a Múzeumbarátok Köre Alapítvány kuratóriumi elnökét, hogy adja át azt a díjat, amelyet minden évben a múzeumok éjszakáján kaphat, reprezentatív díjként a Vizuális Iskola egy növendékát is adnám neki a szó. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a nagyon kellemes nyárestén. És annyit talán előjáróban, hogy a Vizuális Iskola és a múzeum kapcsolata az már évek óta tart közös zenei rendezvények, főként jazz rendezvények rendezése kapcsán. Ennek egy a két intézménynek, illetve a két kuratóriumnak van több közös keresztmetszete, személyekre vonatkozóan is, és az egyik az itt, a másik én, és úgy gondoljuk, hogy mindkét civil szervezet számára, és mindannyiunk számára ezzel sok örömet tudunk szerezni. A Vizuális Iskola, a Bajai Vizuális Iskola Alapítványa kuratóriuma fontosnak tekinti, hogy a művészetek tiszta és örökérvényű értékeit képviselje a fiatalok életvitelében, a tehetségek felmutatása és a tehetségek fejlesztése útján. Ösztönözi a tanulókat egyéniségük fejlesztése mellett hazai és nemzetközi kézművészeti sikerek elérésére, pályázatokon való eredményes szereplése. Ezért 2013-ban díjat alapított, aminek az adott évben a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó növendék számára. Az idei alapítványi díjat Dobi Réka tanuló nyerte el, akit megkérnek arra, hogy fáradjon át, hogy átadhasson neki a díjat.
Erika. A hosszú évek alatt, több mint 8 év alatt, amióta vizuális iskolába jár, kiemelkedő szorgalmával, kitartó és magas színvonalú munkájával ért el. Harmadikon a tanárnő tanítványa, eredményesen vett részt pályázatokon, az idei tanévben országos Bartók képzőművészeti pályázaton aranyoklevelet nyert. Egyébként az alkotást, amit átadhattam neki, az előző évi díjazott Strobán Kittinek volt a munkája, ugyanis az alapítványi kiírásban mindig az előző évi díjazott készít egy munkát a következő évi díjazottnak. Köszönöm szépen a figyelmet! A 2011-ben alakult kolozsvári Jazzy Bird zenekar koncertje teljesen megtöltötte az udvart. Ez alkalommal főként az On The Road című 2016-ban megjelent albumukról játszottak dalokat, de a most készülő harmadik albumukból is adtak egy kis ízelítőt a bajai közönségnek, valamint néhány 60-as évekbeli nagy kedvencet is elővettek. Mi először játszunk a Jazzy Bird formációval itt Baján. Tulajdonképpen egy ismerős kapcsán hallottak azt hiszem itt rólunk, és megkerestek minket, és mi rögtön kaptunk az alkalmon, főleg azért, mert hallottuk, hogy nagyon finom itt a halászlé, és eljöttünk ide. Ma az új lemezünkről fogunk játszani dalokat, lesz néhány kedvencünk is, meg feldolgozások lesznek, de többnyire saját repertoár. A zenekar énekesnője elmondta, a múzeum udvara elnyerte a tetszésüket, mint koncerthelyszín. Én úgy érzem, hogy szabadtéri színpadként ez nagyon ideális, nagyon intimnek érzem emiatt az ilyen zárt közeg miatt. Egyébként többnyire klubokban zenélünk, tehát ez egy kicsit újdonság, de pozitív. A programnak az időjárás is kedvezett. A résztvevők a tiszta csillagos ég alatt fedezhették fel a múzeumokat és az égboltot ezen az éjszakán. A hagyományokhoz híven az idén is színes műsort állított össze az Énekzenei Általános Iskola a tanév végére. A kulturális bemutatót a Városi Színház teremben tartották meg teltház előtt. A rendezvényen az intézmény összes tanszaka bemutatkozott. Te vak merő vadász, én mi dolgodik? Nem cserkész, mi máshová senki se hív. A patakhoz nem jár se medve, se vak. Egy hűséges őzike van erre csak. Kórus muzsikával kezdődött az Énekzenei Iskola kulturális bemutatója, amit még sok más produkció követett. Szokás szerint változatos műsort állítottak össze a tanárok és a diákok, hogy mindazt bemutathassák, ami egy tanév során történik az intézményben, mesélte az igazgató Pető Attila. Felléptek a kórusaink, az alsósok és a felsősök, ott voltak a balettosaink, akik több koreográfiát is bemutattak, a néptáncosok zárták a műsort, amelyben egyébként hangszeres szólistákat és kisebb kamaracsoportokat is hallhatott a közönség. Egy színjátszó csoport is bemutatott egy jelenetet az Arany János évforduló kapcsán, a Bajusz című darabot vitték színre, illetve versmondókkal és mesemondókkal is találkozhatott a közönség. A műfajokat tekintve is vegyes volt az évvégi műsor.
népi blokk is helyet kapott benne népmesével, egy népdalcsokorral és a néptánccal. Klasszikus zene is felcsendült, és ezen kívül volt azért egy-két olyan muzsika is, ami a könnyedebb műfajokból származott, például Henry Mancini nagyon népszerű film zenéjéből is elhangzott egy-egy veleg. Az énekzenei iskolába több mint 170-en jártak ebben a tanévben, és szinte minden osztályból színpadra állhattak a diákok. Több produkciót már korábban is láthatott a közönség. Első tagozatos kórusunk május közepén járt Erdélyben a 20 éve tartó partnerkapcsolatunk keretében Székelyudvarhelyen, ott mutathatták be a műsorukat, és ebből kaphattak ízelítőt most a kulturális bemutató hallgatói is. Azon kívül egy nagyon tehetséges hegedűs kislányt emelnék ki, aki sajnos el is megy tőlünk, mert a tehetsége Pestre, a fővárosba viszi, és ott fogja folytatni a tanulmányait. Ő nagyon kiválóan, fiatalkora ellenére, 11 éves mindössze, egy nagyon bravúros darabban mutatkozott be a közönségnek. Egy tanítványom szerepelt a műsorban, Berkes Amanda, aki egy orosz zeneszerző táncát játszotta, majd a kolléganővel és a tanítványommal együtt egy Mancini feldolgozást játszottunk el, adtunk elő hármasban. Kórusban énekel, zongorán és hegedűn játszik Major Vanessa. Elsősorban ugye az éneklés és a versmondás és a kórus fellépések által tudtam szerepelni. A zongorázás most kimaradt. Lelke, miként az őserdő, melyben nem járt ember lába. Csodálatos ősvilág volt. Babonák, mesék világa. Egy Horváth István Tornyot raktam című verssel, és egy Kalota szegény népdalcsokrot énekeltem, mellette pedig a kórusban ugye a közös népdalcsokrot énekeltük el, utána pedig a felső tagozatos kórusban is szerepeltem. A hetedikes diák elégedett a tanévvel. Zongoráról tudnék beszélni, hogy voltunk Szegeden, meghallgatott a jövőbeli tanárnő a konzervatóriumban. Hát a versenyek is, amiket ki tudnék emelni, ugye a kiemelt nívódíj miatt. A kórus fellépések, azokon szólót is énekeltem. Kórusban énekel és zongorázik az Éziben Bundics Réka. Játszottam egy Beethoven ekoszész a zongorám, és két kórusban énekeltem, meg néptáncoltam. Merre jártál felépni ebben a tanévben? Erdélyben voltam és Kalocsán zongoráztam. Sírjatok csak felhők, én bizony nem bánom. Végre sútba dobom meg unt nagy kabátom. Kitárom a lelkem szép tavaszra várva. Végre szabad leszek, nem leszek bezárva. Jó évet zárhattak az idén, sok programmal, fellépésekkel és sikerekkel, értékelte az évet az intézményvezető.
Házi versenyeket rendeztünk itt az énekzenében, a korábbi évek gyakorlatát folytatva volt iskolai mesemondó versenyünk, versmondó versenyünk, népdaléneklési versenyt szerveztünk, és ezekről lehetett tovább jutni a városi fordulókra, ahol helytálltak a gyerekeink, leginkább talán a népdaléneklési verseny mondhatom, ahol második helyezést is sikerült szerezni az ÉZIS diákunknak. Balettosaink jártak országos megmérettetésen, amelynek az egyik állomásaként vagy folytatásaként a nyáron az egyik csoport egy Európa-bajnoki fordulón vehet részt. Az ÉZI, pontosabban a Szent László AMK focistái nagyszerű eredményeket értek el ebben a tanévben. Több alkalommal játszhattak megyei döntőt, és hajszálhíja volt, hogy az országos döntőbe tovább jussanak. A kulturális bemutató után, mint minden évben, az évzáró ünnepségen állhattak közönség elé a diákok. Most nézzük, milyen kulturális programok közül válogathatunk a következő napokban. A hétvégén tartják meg a korábban elmaradt szezonnyitó strandfesztivált. Ennek keretében a többi szórakoztató program mellett július 1-én este 3:48-tól a vízi színpadon Colabel, később pedig Blaha Louisiana koncert lesz. Június 30-án, pénteken este 8:30-kor a Vaskuti Vendégváró Vigasságok nyitó napján a Bohémek zenekarat koncertet a megalakulásuk 25. évfordulója alkalmából. Július 1-én a 4. Sárközi Országos Halfőző Verseny és 10. Halsütő Fesztiválon a gasztronómiai programok mellett Érsekcsanádon a Szabadidőparkban 17 órakor a kicsiket gyerekelőadás várja, 18 órakor pedig folklór műsor kezdődik a környékbeli néptánc együttesek közreműködésével. 20 órakor cimbali band koncert, ezt követően pedig táncház zárja az estét. Július 4-én, kedden este 6 órakor Bondor Zsuzsanna képzőművésznek nyílik kiállítása átjáró címmel a Borbás Mihály bemutatóteremben. Önök a Bajai Kultúra júniusi utolsó adását látták, köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak. Ezt a műsorunkat visszanézhetik az interneten is, a tévénk honlapján, valamint a YouTube csatornán. Friss összeállítással pedig legközelebb jövő héten, kedden este 6:30-kor jelentkezünk. További szép estét kívánok, a viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorvezetőt öltöztette a Trendformíró üzlet.